a lányok mindent megtettek azért, hogy sikeresek legyünk, és azt gondolom, hogy egy szenzációs sikert értünk el avval, hogy 5. helyet megszerezte a magyar csapat, hiszen azt hiszem 1981 óta nem volt ilyen. Az utóbbi években a legjobb 8-e sikerült, úgyhogy most méltán lehetünk büszkék erre a csapatra. Azt gondolom, hogy a kulcs az volt, hogy a lányok nagyon összetartottak, és tényleg nagyon fegyelmezettek voltak, és a végsőkig még akkor is, amikor nagyon fáradtak voltak, jól mutatja ezt most az utolsó meccsünk a lengyelek elleni. A harmadik negyedben a szurkolók egy kicsit megijedhettek, hiszen nagyon ránk zárkozott az ellenfél, de az utolsó negyedben még egy fokozatot tudtunk kapcsolni, és vártnál egy nagyobb arányú győzelmet arattunk. Sajnos a két ázsiai csapattal nem bírtunk, ugye Taipei és Japán ellen, de mind a kettővel szoros meccset játszottunk. Taipei ellen csak 3 ponttal maradtunk alul, úgyhogy azt gondolom, hogyha összességében nézzük az 5 mérkőzést, abból ugye 3-at megnyertünk, de a 2 vereség miatt sem lehetünk csalódottak, hiszen az is egy nagyon magas színvonalú mérkőzés volt, amiből sokat profitálhattak a lányok is, de azt gondolom, hogy mi edzők is nagyon sokat tanultunk ettől az ázsiai stílustól. Hihetetlen magas színvonalú a szervezés, tényleg ez a 20 000 önkéntes, aki itt dolgozik, ez azért van itt, és azért dolgozik nap mint nap, hogy a sportolóknak a lehető legjobb feltételeket biztosítsák. Így volt ez nálunk is a kosarasoknál. Amikor nem edzettünk, akkor elemeztünk, vagy használtuk a konditermet, vagy labdás edzésünk volt. Úgyhogy azt gondolom, hogy tartalmasan meg tudtuk tölteni. És most, hogy vége a játékoknak, most egy kis programozásra is lesz lehetőség. Panda látogatáson voltunk, ami azt gondolom, hogy nagyon aranyos kis program volt, úgyhogy igyekszünk minél többet most még ebbe a másfél napba látni Chengduból.